Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Október 28-án újra van egy portál nap. Most így októberben 10 portál nap van egymás után, ez eltart október 30-áig. Mit jelent egy portál nap? Hogy a mi földünk kapcsolatban áll a plejádokkal, és kinyílik egy égi kapu. Ennek van egy gyógyító ereje, segít abban, hogy áttegyük magunkat a félelmeken. Azon kívül kinyílik egy kapu a spirituális terület felé. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy pontosan miről van szó, milyen témákról, arról beszámolok ezen a felvételen. Az, hogy mikor van egy portál nap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám vagy rezgés. Egy hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám egy misztikus szám volt, sőt, ők úgy gondolták, hogy a 13-as szám szerencsét is hoz. Ez a portál nap október 28-án a 6. hullámban van, és ez a 6. hullám eltart november 5-éig. És utána indul a 7. hullám. De jelenleg még a 6. hullámban vagyunk, ami a múltat jelenti. Vannak emlékek a múltból, lehet, hogy valaki gondol ránk, vagy valami, vagy valaki visszatér a múltból. Ez a portálnap október 28-án, az a 4. nap, ebben a 6. hullámban. És ez a 4. nap azt jelenti, hogy mennyire fontos a biztonság érzete, kellenek az alapok, és most megvan a lehetőség arra, hogy ezt kiépítsük. Ebben a maja naptárban mindig vannak szimbólumok, ezen a napon, tehát október 28-án, Muluk uralkodik. Muluk lefordítva vizet, vagy a holdat, vagy mindkettőt jelenti, ahogy a képen látható. A víz az lehet egy folyó, egy patak, a tenger, vagy egy tó, egy szép környezet. De a víz szimbolizálja az érzelmeket. A hold szintén az érzelmekre utal, a vágyakra, az álmokra, az elképzelésekre. Persze a hold jelentheti az anyukát, vagy az anyai témákat is. Tehát ezen a napon az álmokról és az érzelmekről van szó, de kellenek az alapok is. És ha megvan a hit, a bizalom, hogy egy álom megvalósul, akkor megteremtettük ehhez most az alapokat. Összefoglalnám azt, hogy mit jelent ez a portálnap, milyen témákról van szó ezen a szertartáson. Ennek van egy gyógyító ereje, felszabadít bennünket a negatív érzelmektől, például a félelmektől.
Megvan a spirituális terület, hiszen nyitottak vagyunk erre, kinyílik egy égi kapu. Azon kívül a mai napon megvannak a lehetőségek, hogy valamit megalapozzunk, de ehhez kellenek az érzelmek, vagy az intuíció, vagy egy elképzelés, és ez az álom megvalósulhat. Azon kívül vannak anyai témák, és témák a múltból, hiszen a hatos hullámban a múltról van szó. Ez nem csak a mai napon van így, hanem ez eltart november 5-éig, hogy bizonyos témák visszatérnek a múltból, vagy valaki jelentkezik a múltból, vagy mi gondolunk vissza régi eseményekre, hiszen megvannak az emlékek a múltat illetően. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Ákos!